Főtisztelendő kalandokú plébánosurak, tisztelt világi méltóságok, kedves Szili hívek és kedves zarándokok, először is engedjék meg, hogy megköszönjem a kedves meghívást a szervezőknek a... Pedig a legfontosabb résznél vagyok. De szeretném megköszönni a kedves meghívást a szervezőknek, a Pákai testvéreknek. Nagyon nagy örömmel jöttem, és fogok jönni a jövőben is, aminek van privát és publikus oka is. A privát oka az, hogy nem olyan régen, kevesebb, mint egy évvel ezelőtt született meg a második lányom, akinek a születése előtt a Jóistenhez és a szűzanyához imádkoztunk a feleségemmel nagyon sokat, és miután egy szép egészséges leánygyermek jött világra, ezért a szűzanya tiszteletére Abigail Máriának neveztük el, ezért minden Mária ünnepre. Különösen kis bódorasszony ünnepén. A másik pedig, hogy természetesen keresztény demokrata politikusként hova menne szívesebben az ember, mint egy búcsú ünnepségre. És nem csak szíva, nem csak kis tatára, hanem szerette a térségünkben, egyre népszerűbbek a búcsuk, hál' Istennek. Néhány évtizeddel ezelőtt, nem tudom, emlékeznek-e rá, egyre többen kerestek meg azzal engem, hogy milyen szomorú, hogy a falulapok átveszik a búcsuk helyét, és a búcsuk gyakorlatilag kikopnak az ünnepénk sorából, és a köztudatból is, de újra a reneszánszát élik a búcsuk. Egyre több helyen egyre többen jelennek meg a búcsuk alkalmával, szerte a Ráva közben Ostitól, Szanyon át, Tétszentkúcig és Sopróaljáig, és hál' Istennek ez igaz kis tatára is, és nagyon bízom benne, hogy ez így lesz a jövőben is. Van egy kedves mondat, amit nagyon gyakran idézek második Szent János pápától, amit ő a székfoglaló homiliájában mondott. Biztos, hogy akik itt vannak ezzel a sátor alatt, nagyon jól ismerik ezt a mondatot, illetve ezeket a mondatokat, ezek így hangzanak, hogy testvéreim, ne féljetek Krisztus körül összegyűlni és elfogadni az ő hatalmát. Azért idéztem ezt a mondatot a Szent Atyától, mert az elmúlt években és az elmúlt évtizedben akár egyre többen jönnek oda beszélgetve velem is, vagy egymás között keresztény hívő emberek, hogy félnek, mert hogy félnek, hogy mi lesz a kereszténységgel, mi lesz a keresztény emberekkel, mi lesz a hitünkkel, mi lesz az egyházunkkal, hiszen egyre szomorúbb és szomorúbb híreket hallunk a világból, hogyha erről a témáról beszélünk. Mára sajnos köztudott, hogy a keresztények a legüldözöttebb vallást hívők szerte a világban, Dél-Kelet-Ázsiától, Közép-Keleten át, Észak-Afrikáig, mindenhol üldözik a keresztényeket, sőt, sajnos azt kell, hogy mondjam, nagyon sok helyen írtják a keresztényeket. És sajnos ezeknek a kontinenseknek a sorában az elmúlt időszakban fölzárkózott egy újabb is, mégpedig Európa. Ahogy a radikális iszlám megerősödött Európába, naponta, hetente találkozunk azokkal a hírekkel, hogy keresztény ellenes tevékenység zajlik itt-ott, sőt keresztényeket gyilkolnak, papokat gyilkolnak, templomokat robbantanak fel Nyugat-Európa szerte. És gyakran az az ember érzése, hogy nem is kell ez, hogy radikális iszlám legyen, hogy a nyugat-európai liberális értelmiség vezérletével felszámolja saját magát a nyugat-európai kereszténység, mert hogy olyanokat is látjuk, hogy a keresztény országok magukat, kereszténynek való országok maguk rombolják le a templomaikat, bontják le a templomaikat, sőt olyat is láttunk, hogy kiüresedett templomokból szórakozó helyeket hoznak létre, meg éttermeket, meg kávézókat. És magyar és rábaközi keresztény emberek gyakran fölteszik azt a kérdést, nagyon is félve, hogy mi lesz velünk, mi a jelenünk nekünk keresztényeknek, és lesz-e jövőnk nekünk keresztényeknek. Nos, tisztelt Hölgyeim és Uraim, ilyenkor idézzük fel mindig a Szent Atyának ezt a mondatát. Ne féljetek! És én azt gondolom, hogy nincs is nekünk itt félnivaló. Addig, amíg ilyen széleskörű összefogás alakul ki egy-egy búcsú ünnep alkalmával itt Kistatán is, és szerte a Ráva közben, és szerte az országban is. Hogyha igaz az, hogy évről évre egyre többen vesznek részt ezeken a búcsú ünnepeken, akár adott településen, település részen élők, akár messzebbről érkezett zarándokok vagy vendégek, akkor nekünk nincs miért félnünk. És tekintettel arra, hogy mégiscsak politikus volnék, itt ígéretet is meg kell fogalmaznom. Kedves Szili hívek, kedves kistatai hívek, kedves rámaközi hívek, addig, amíg a Magyarországon polgári kormányzás folyik, addig minden ehhez szükséges támogatást, hogy a keresztény embereknek ne kelljen félni, meg fogunk adni. Csak az idei évben
a magyar templomfelújítási program keretében több mint 1000 falusi templomfelújításáról döntött a kormány, több 10 milliárd forint értékben. Csak a magyar falusi keretében. Csak a magyar falu program keretében több mint 700 plébánia paruki épület és gyülekezeti terem felújításáról döntött már a kormány. És tisztelt Hölgyeim és Uraim, folytatni fogjuk ezt. Folytatni fogjuk addig, amíg az utolsó templomot, az utolsó kápolnát föl nem újítottuk. Folytatjuk addig, amíg az utolsó kegyhelyet meg nem újítottuk, amíg az utolsó zarándokszállást fel nem újítottuk, és folytatni fogjuk addig, amíg az utolsó útszéli kőkeresztet fel nem újítottuk. Ennek a reményében imádságos lelkülettel szeretnék mindannyiuknak kellemes napot kívánni a lap hátra jövő részére. Isten éltesse a szívi és a rádokozi híveket. Isten éltesse a szívi és a rádokozi híveket.